Üdvözlök mindenkit, Necroclin vagyok, és foglalkozzunk egy kicsit a mesával. Hogyan játszunk mesával? Igen, igen, tudom. Nem mondom, hogyan játszunk mesával, mert hogyan játszunk mesával. A szokásos dolgok, amik ilyenkor szörni szoktak. A lényeg az, hogy a cím figyelem felkeltő, és elég bunkó ahhoz, hogy megnézz ezt a videót. Na, jöjjön a mesa. Ugye a mesa megváltozott, és bocsánat, csak Necronin remegít a háttérben. Necronin az a mesa megváltozott, és a lényeg az, hogy lehet, hogy újra a Defense-ek királynője tudna lenni a mesa, lehet, hogy újra össze tud állni Amazon csapat, amit úgy hívunk, hogy Trinity Frost meg Necross, értitek? Tehát a régi fényében tündökölhet újra a mesa, és remélhetőleg, hogy ebben fogok nektek tudni segíteni, bemutatva ideális fegyvereket, ideális, remélhetőleg egy ideális modolást, ugye természetesen ezen el kell álljam. Úgy modoltok, ahogy nektek jó tetszik, és úgy a jó. Tehát a lényeg az, hogy igyekeztem egy kicsit a mesát szőrszál hasogatni. Ugye régen el lehetett menni halál nyugodtan, ilyen 60-70-ig vévekig, és egy jó kombináció volt a Trinity Frost meg mesa kombinációja, és lehet, hogy ez így visszatérhet, hogy el lehet menni nagyon sokáig. Kísérletezés természetesen még nagyon sok van, de megér egy próbát, mert most a mesa megint ugye annyit változott. Nos, miről lesz itt szó? Egy kis szőrszál hasogatásról, hogy ott vagyunk, melyik lehet mesának az ideális másodlagos fegyver, ugye, mert a másodlagos fegyverekről táplálkozik most már a mesa ultia. Több skálát fogtok látni, tehát fogtok látni mindenki számára elérhető fegyvereket, amelyekről úgy gondolom, hogy nagyon optimálisak. Ezeket természetesen a féle szemléltetéssel fogom bemutatni olyan ellenfeleken, akik gyakorlatilag macera megölni, mint például a Heavy Gunner vagy a Bombard, és ezt ugye általam elérhető Simulacrum 125-ös leveljén, és amit érdemes megfigyelni rajtuk, azok a számok, hogy milyen számokat fog kiírni, és azt hiszem ez lényegre törő. Na most, mit kell tudni még a mesának az ultiáról? Annyit, hogy az elmélet onnan indult ki, először én a mesát a Staticonra próbáltam ki, ami ugye alapjáraton Radiation Damage-el van felruházva, emellé én hozzátársítottam alapból még egy Viral-t. Én nagyon szeretem a Staticon, mint alapfegyvert, mikor először a mes újra a kezembe került, véletlenül az volt a zsebembe, és nagy dolgot vettem észre, az, hogy hihetetlenül hat rá ugye az ellenfélre az a bizonyos státuszszerzés. Szóval, ha van egy elementál sebzésed, akkor hatalmas státuszt tudsz kiosztani az ellenfelekre, és innen jött az ötlet, ugye, hogy hát növeljük, ahogy tudjuk, a Staticornak a státusz szebzését, de nem feltétlenül hatalmas crit modokkal, és stb. Amivel, mert csak a lényeg az, hogy a Staticorn magas státusz, magas elementál sebzést tud okozni, ezáltal a mesa elképesztően jó crowd kontrollossá vált, például a radiation damage miatt, ha már leölni nem tudta azonnal, elképesztő, hogy egymásnak fordította az ellenfeleket, plusz a viral damage medig tette a dolgát, hogyha tenni lehet. És gondoljátok, hogy ha még ott van egy meg mellett, ami dibufolja az armolt, akkor a viral damage az osztja a népet, mint hogyha ott se lenne. Szóval elképesztő. Szóval ez volt az első alapötlet, és aztán egyik klántársunknak, Kidónak név szerint jött az ötlet, hogy mi van a Stuggal. És a Stugg ugye alapjáraton korrozív damage-et csinál, de hogyha egy fegyvernek alapjáraton van valami fajta damage-e, valamilyen elementál damage-et csak, az azt jelenti, hogy lehet, hogy még két másik elementál damage-et is ki tudunk hozzá hozni. Úgyhogy egyszerűen fogtam, gyorsan kiúztam a Stuggot, és mind a ticket vetekért gyorsan beleraktam négy formát, és még ugye föl is húztam, ezt így lerassoltatva megcsináltuk, és kihoztam belőle egy korrózív, radiation és viral damage-et, három elemental damage, megspékeltük mindezt a crit modokkal, amik szükségeltetnek ahhoz, hogy a mesa ultia jobban működjön, és valami fantasztikus eredmény született, és ezt szeretném nektek most bemutatni egy kicsit számokkal is, hogy működne ez 125 szinten. Tudom, hogy addig elmenni azért egy defense-en elég macera a mai Warframe-ben, de ki tudja, lehet, hogy addig elértek, és úgy gondolom, hogy ha ott van a meg, akkor ez még eredményesebb tud lenni, de ő nélkül is, van egy erős Frost, egy jó Trinity, akkor megoldható. Úgyhogy most jöjjenek a kísérletek. Nos, a fegyvereket úgy válogattam, hogy minden Master rangon elérhető legyen, ezért egy Lex Prime, ugye egy Stug, és
a statikor, és ahogy fejlődünk a Master ranggal, úgy lesz erősebb a mesa ultja is. Ugye egy Bombardon és Heavy Gunnerökön teszteltem 125-ös szinten, a számokat érdemes megfigyelni, úgy gondolom, hogy elég szép számokat fognak mutatni. A másik pedig a videó végén vannak modolások, úgyhogy ha oda akartok helyből ugrani, akkor íme az is ott van, a mesa modolásai az összes, Solo Survivor is, és a fegyver modolások is. Most akkor viszont jöjjön először is a Lex Prime. Megmutatom, hogy így néz ki a modolása, semmi extra. Tehát ez is bizonyítja azt, hogy a mesának a ultiát nagyon elrontani nem lehet. Szóval ez egy semmi extra modolás, nincs benne, nincsenek benne se crit modok, se semmi. Úgyhogy íme. Itt van, és először egy, ugye a bombardokon fogom kipróbálni. Nagyjából így fog működni a történet. Kicsit macera voltál megoldani, mert oda kellett ugrálni, és olyan nincsen Frost Bubi, ezt azért trükkösen kellett előadni, és hát igazából hagyom nektek, megítéljétek, hogy a számok hogy változnak. Azt kell mondjam, hogy sokkal jobban bontja le most az ellenfelet, mint régebben bontotta le. Ugye nagyon nagy az impact damage-e a Lexnek, vagy a puncture-je nagyon. A lényeg az, hogy nagyon hátra lök ki az ellenfelet, ami azért tud egy előny lenni ezzel szembe. Szóval ő lett volna a Lex Prime, azt hiszem elég hatékony, persze lelökte az ellenfelet, mint a szar, de nem sok kellett volna neki, hogy megölje, úgyhogy akkor most jöjjön a Staticor. A Staticornál sincs semmi nagyon extra modolás, semmi extra, amivel kiemelkedne, de ami lényeg nála, ugye ez a Radiation Viral kombó, és ugye a Lex Prime-nál csak egy korrozív volt, nem feltétlenül a bombardnak a damage-e, de ezért is váltottam utána Heavy Gunner-re, hogy Heavy Gunner-nél is lássátok, hogy működik a tészta, de a két elementálnak köszönhetően már sokkal, de sokkal barátibb számokat ír ki, és most azért 125-ös szintről beszélünk, úgyhogy nincs debuffolva az armor, szóval hogyha még debuffolódik az armor, akkor megeshet, hogy egy kicsit fölmehet még az a szám, szóval pillanatok alatt ledarálta, ez egy természetesen, valószínűleg egy defense-en nagyjából egy olyan 8 ilyen bombardot kell ledarálni, de hogyha ott egy meg és debuffol, akkor ilyen gond nincsen, és akkor jöjjön a napsztárja. Kérem szépen, és ez a Stug lenne, hogy a Kidó javaslatára fogadtam el ezt a kis ajánlatot. Alapjáratú corrosive damage-en rendelkezik, és hozzáadta még egy viral radiation, szóval három ellenfelet ütök ki egy csapásra. Mondhatni, hogy kiütöm az összes kisebb fajta greenért, mint a butchereket, meg ugye a lancereket. Mellé a corrosive-ra érzékeny, a corrosive viral kombinációra érzékeny a heavy gunner, a viral radiation-re érzékeny a bombard, úgyhogy egy ilyen szép skálában mozogva szépen lefedjük a legtöbb ellenfelet, tegyük fel, aki a voidban található fel, mert aki nem a voidban, annak halál mindegy, mert a mesa ledarálja, mint a szart, és hát ő írja ki a legszebb számokat, tehát 1000 fölé emelkedik az a szám, 125-ös szinten szerintem rohadtul jó egy ultitól, hogy egy ilyet ír ki. Na igen, erről beszéltem. Egy lövés vagy 125-ös szinten, ha be van kapcsolva a védekező képességet, ha nincs bekapcsolva, gyakorlatilag halál, mindegy lesz a dolog. Ugyanitt, ugyanezt kipróbáljuk, ugyanilyen számú Heavy Gunnerrel is, hogy lássátok a lényeget. Először azt hiszem Stuggal fogok indítani, de látni fogjátok a számokban a különbséget, úgyhogy remélem, hogy nem haltam itt meg, mert hogy lelőttek egyszer, de ha nem, se baj, megvágjuk. A lényeg az, hogy hagyom ezt így kiélvezzétek, hogy hogy működik ezekkel a fegyverekkel a mesának az ultia, és szerintem elképesztő eredményeket tud produkálni, és utána, ha ez így lemegy, akkor ugorjatok el a videó vége felé, ugye, és ott lesz a modolások mind mesára, mind kettőfajta defense build, és egyfajta solo survivor build, mert most már a mesa amúgy nagyon jó survivorokra, és lesz egy olyan build is, és újra bemutatom gyorsban a fegyverbildeket, úgyhogy ja, találkozunk a videó végén.
elmondjuk beszélni. A modulás tekintetbe véve van egy kicsit, ami energy effektivitásra jobban hajt, és van egy olyan, ami egy kicsit költségesebb, de igazából teljes mértékben mindegy, mert ha a Trinity ott van, akkor a kettő között nem érzékelhető az oly hatalmas különbség. Viszont azoknak, akiknek nincsen Primate Flow-juk, azoknak javaslom a minél energia effektívebb változatot, úgyhogy azt mondom, hogy egyik, ez lenne az egyik, amiben nincs semmiféle élet. Tudom, a régi Mesa Build-ben raktak volt életet, szóval aki úgy jobban érzi magát tőle, akkor az a Blind Rage helyett berakhatja a Vitality-t, és egyben egyúttal ez lenne az ugye a effektívebb build is azoknak, akiknek nincsen Primate Flow. De mivel, hogy bízok a Frostban, ami mellettem, és bízok a Trinity-ben, ami mellettem van, ezért inkább kicsit lejjebb engedek az effektivitásból, és ráemelek az erőre, hogy nagyobbat sebezzen, ugye. Itt lenne ugye az a másik fajta build, ez energia effektívebb, egy kicsit több idővel. Itt is természetesen, ha nagyon akarod, akkor berakhatsz egy Vitality-t, de igazából annyira szerintem nincs rá szükség. Egy kicsit kisebb az idő, de jobban bírja energiából, de így is kelleni fog a Trinity, kelleni fog a Frost, és meg. Meg szerintem nagyon jó most már a debuffjával, egyszerűen megkönnyíti a mesének a dolgát. És amint láttátok, azért a fegyverek szempontjából azért hatalmas különbség van mind a három fegyver között, és a Stug ebből a szempontból azt hiszem számomra kiemelkedően győztes volt. Nos, ez lenne a másik build, amit szeretettel ajánlok. Energia effektívebb, tehát az mit jelent? Rámegyünk az abilities-re, 3,75-öt fogyaszt, ez a maximum, amit ki lehet hozni a mesába, ennél lejjebb nem megy. Na, úgyhogy van, aki ezt így megváltoztatja, több időt ad, kevesebb effektivitás, ki hogy kombinálja, de ki lehet hozni ezt a 3,75-öt, nekem ez így tetszik, az én játék stílusomnak ez felel meg. A másik build, ugye ezzel ellentétben, ahol egy kicsit több erő van, és effektivitás kevesebb, az azért sokkal többet fogyaszt, de viszont még így is képes lehozni azt a kört, és akkor kikapcsolod a 4-est, a Trinity gyorsan feltölt, és esetleg folytathatod, de nagyon, nagyon hosszú ideig teljes köröket képes lehozni még így is a mese, ezt viszont leteszteltem már, úgyhogy azt tudom, hogy működik. A saját védelmed érdekében természetesen van egy kis idő, hogy a Shooting Gallery és a Shattered Shield azért működjön, de higgyétek el nekem, azt mondom, hogy ilyen 70-es szint fölött kurvára mindegy, hogy ez a kettőben van a kapcsolva, egy lövés, vagy egy bombard, egy lövés, tehát ez így fog működni, egy golyót esetleg még elhárít a Shattered Shield a bombardnak egy izéjét, de amikor 60 lövés jön, már nem bír az se vele, úgyhogy ezért is nem annyira fókuszáltam, hogy inkább idő legyen sem, mint effektivitás, úgyhogy inkább így állapítottam meg. Na most ugye ez lenne a két defense build, és ajándékba szeretnék nektek mutatni egy solo survivor buildet is, ami nálam így néz ki, ott természetesen már több az idő, nagyobb a range, mert ugye most már a mesa változott a survivor terén is, a survivor buildek terén, ugye a kettes képesség, ami eddig ugrált az ellenfelek között, a társaid között, ez most is ugrál, viszont attól függetlenül, hogy ugrál a társaid, rólad nem veszi le a védelmet, szóval körülötted mindig ott van már a védelem, és a hármas képesség ugye hát az egyértelmű, és mivel hogy akkor ugye itt van maximális idő, és van egy nagy range, mindezt hatalmas range-en képes gyorsan, effektíven csinálni. Ránézünk itt is az Abilities-re, hatalmas range-en, hát a mesához kért, tehát 40 méteren bárkinek meghűl a fegyvere, aki a közeledben van. Ugye és a Shattered Shield is minél távolabb van tőled, annál effektívebben képes mondjuk a bombard golyókat visszalökni, úgyhogy a robbanás hatás esetleg ne hasson rád. Úgyhogy ez a build úgy gondolom, hogy egy elég jó build, amúgy ajánlom a szeretettel mindenkinek. Ez egy kivételesen jó sikerült build, azt kell mondjam mesára, de mindettől függetlenül a Naramon a választott iskola. Szóval
Azért is maradt nálam benne a steel chair, tudom, hogy nagyon sokan kombináltuk azzal, hogy most legyen de hirtelen a Corrosive Projection és Energy Siphon combo a izében, a buildben, de így csak egyforma, és steel charge-el együtt kardozni szeretek, a mesával jó amúgy kardozni, és ugyanúgy jó lőni is, úgyhogy a naramo, amikor már a fegyverekkel nem boldogulsz a Survivor-on, akkor átváltasz a kardra a naramon iskolával, és átmész láthatatlanba, és tovább bírod, és tovább tudod bírni, mint általában szokás. Úgyhogy a mesa OP as fuck, megint csak, hála Istennek, szeretjük, örülök, nagyon örülök, hogy visszajött neki a defense énje is egy kicsit, és akkor ezt a két buildet mutatom be nektek, mi úgy buildelitek, ahogy szeretnétek, ez teljesen a ti döntésetek, és azt csináltok vele, amit akartok. Én ezeket használom, nekem ezek váltak be. Természetesen számomra az fontos, hogy ez csapatbuild és csapattal, hogy minél messzebbre lehessen eljutni. Fegyvereket gyorsan megmutatom még egyszer, semmi nagyon extra, a Stugnak ugye kihasználva azt, hogy háromfajta elemental damage-et tudok belerakni, plusz az a kis crit damage, plusz az a kis crit chance, hogy kötelezően benne legyen, és voilà, c'est fini, már is hatalmas sebzést tudunk kiosztani bizonyos crit modokkal együtt véve, úgyhogy amit láttátok, azért szerintem szép számokat írt ki, attól függetlenül, hogy ugye egy heavy gunnerről beszélünk, vagy egy bombardról, bombard már mindegy, de a heavy gunnernél is nagyon szép számokat írt ki. Akkor jöjjön következőleg a Staticor, ez semmi extra, a Staticorban semmi olyan nincsen, csak meg akarom mutatni, hogy ez a fegyver a maga semmi extrájával, hogy nincs benne egy crit mod, nincs benne ez, nincs benne az, a maga semmi extrájával, mégis milyen hihetetlen damage-et tud kiosztani, úgyhogy a Staticor szerintem egy jó választás lenne, és nem kell agyon buildelni, hogy most így rakjak bele modot, úgy rakjak bele modot, természetesen kidolgoztatod a sajátodat, de a Staticor az a négyformás fegyver, mint ahogy a Stug is, és természetesen ott van a mindenki számára elérhető, talán legkönnyebben elérhető Lex Prime, ami teljes mértékben megfelel erre a történetre, és csak két formáról beszélünk, és még nem is vágtam bele, hogy belerakjunk crit modokat és a többi, de egy könnyen modolható erős fegyverről van szó, amiben kevés forma kell, és könnyen elérhető már egy Mastery Rang 2-es-3-asnak is, hogyha betalál a Voidba, mert nem nehéz kifarmolni, ha valamit elsőre ki tudsz farmolni, ez a Lex Prime, úgyhogy és igazából halál mindegy, hogy modolod be, ha ma ott jársz, hogy mesa, és de természetesen azt a bizonyos crit modokat belerakhatod, hogy növel csak az esélyét, hogy jobb számokat írjon ki, mert ki fog írni jobb számokat. Ez most nálam csak egy teszt változat, de amint láthatjátok, elkúrni egy másodlagos fegyver modolását nem lehet. Nem lehet, de az, hogy igazán specifikusra rámenjünk, én azt mondom, hogy a Stug mesa számára egy nagyon jó változat, úgyhogy köszönöm szépen. Kidó, még egyszer, hogy ötletnek ezt belökted, mert ez úgy gondolom, hogy ez bevált, és van benne fantázia bőven, és ugyanúgy a Staticor, meg a Lex Prime-ba, és nos, ennyi lett volna ez a videó, köszönöm a figyelmet, sziasztok!